Szemcsuk Istvánról azt tartja a családi legendárium, hogy már gyerekkorában mindenre mintákat faragott, a fapapucsokra, az ajtófélfákra is. Bár volt családi indítatás is a kézműveskedésre, már jócskán felnőtt volt, amikor egy kiállításon látottak alapján döntött úgy, neki vág a művészi fa megmunkálásnak. A tevékenység olyannyira kikristályosodott, hogy a napokban a Magyar Kultúra Lovagja címet is átvehette. Egyik barátom, a Beréti István, az Tamásiba egy kiállításon harmadik díjat nyert faragásával, és a másik barátommal elmentünk megnézni. És amikor ott végignéztem a kiállítást, mondom, hogy hát ilyeneket én is tudok csinálni. Hát akkor miért nem csinálsz? Jó, mondom, hát akkor kezdtem el valóban érdeklődni, és egy ismerősöm javasolta, hogy menjek be Szekszárdra. Ott volt egy szakkör, amit a Balázsi Gyula bácsi Dombovárról, ő vezette, dombováriak voltak főleg többségben, és ott beszéltek a különböző művészeti ágakról, faragásnak a különböző változatairól, és akkor kezdtem el ezt. Ez 1974-ben volt, pontosabban, hogy akkor volt ez a forduló, és utána már ott tanultam tőlük is, ugye, különböző technikákat megtanultam, és akkor már rendszeresen faragtam, részt vettem táborokban már, mert akkor még elég komolyan ment ez a faragótábor minden évben, főleg ott a Babicsban, hát az nagyon nagy hagyománya volt, és akkor oda jártunk. A fafaragók nyári táborában fejlesztették a tudást, meséli Szemcsuk István, ahol a szakma elismert képviselői adták tovább a mesterfogásokat. Utána, amikor már bekerültem ide a közösségbe, tehát ezen, mikor nyugdíjba mentem, ez volt a, előtte is faragtam, de ilyen nagyokat nem, hanem amikor bekerültem a Törő Gyuri által szervezett szakkörbe, ugye ez az alapítvány, a Magyar Falvak Kultúráért, ő az elnök ott, és ő kérte, hogy nem akarok hozzájuk menni, mert ismertük már egymást ugye a táborok révén, és ott tanultam meg, mert tudtam volna, de ott tanultam meg, hogy lehet nagyobb szobrokat csinálni gépekkel, fűrésszel, maróval, és akkor mertem nekiállni már én is, hogy csinálni ilyeneket. Úgy érzem, hogy kell egy kicsit arányérzéke legyen az embernek, az, hogy tudja, hogy mi az, ha egy nagyobbat csinál, a fejnek a méretei, a testhez viszonyítva, hogy milyen, tehát meg vannak ilyen arányok, ami utána is néztem, vannak ilyen művészeti könyvek, ugye azért mégis ne legyenek torzak a formák, de az kell érezni ezt a formát, úgy érzem. Főleg, ha valaki tud rajzolni, akkor már nagyon érzi. Aki nem tud rajzolni, annak már nehezebb az ilyen formákat. Meg lehet tanulni a különböző geometriai mintákat kifaragni, biztos az. Hogy nem, ügyes keze van, de amikor arról van szó, valóban egy ilyen alakot kialakítani, oda már kell egy kis arányérzék is. Hogy honnan jönnek a témák? Hát ez csak úgy jön, mondja. A Percelkertben csináltam egy ilyen medve családot, ott jött a könyvtár igazgatója, Ágika, hogy nem lehetne abból csinálni, mert meg volt maradva a törzs, hát jó van, majd kitaláljuk. Hát kijött belőle ugye három medve, nagy sikere lett, én annak örültem, hogy valóban ott van, mert sokan járnak le oda gyerekek játszani, és azok nagyon élvezik. Ott még volt egy fa, hát arra lehet-e? Hát mondom, megnézzük milyen, és akkor oda meg olyan lett, hogy három bagoly fönn ül, valamint lent rókák vannak, kisön, meg kis fészekben, kis madarak, úgyhogy összejött. Ha mondtam, ha bármikor ilyen van, akkor vagy csinálunk oda. Külföldre is megyünk, Szerbiába, Szlovákia voltunk, Szerbiába ott viszont már csináltunk olyan, hogy Betlehemest, meg különböző szobrokat, például Csóka falvára, amit a temetőben csináltunk emlékművet, az közösen dolgoztunk, mindenkinek megvolt, hogy mit kell csinálni, és azt csináltuk. A Betlehemesnél például én csináltam az egyik királyt, vagy a kis Krisztust méghozzá, a másik még más csinált. Ez volt a feladat. Székelykapuk kopjafák tanúskodnak Szemcsuk István tehetségéről, de készített játékokat, ülőpadokat, kereszteket is. A Völcségi Tanúsvény programban rendszeresen tart bemutatókat. Szemcsuk István a Perccel díj tulajdonosa is, és munkássága része Bonyhád város értéktárának. A Magyar Kultúra Lovagja címet a bukovinai székesség hagyományainak ápolásáért kapta.